A Magyar Posta teherautója gurult be szerda délelőtt a nyíregyházi Vécsei Károly iskola udvarára. Most azonban nem leveleket és küldeményeket hoztak, hanem a legújabb tankönyveket. Egyenesen most jó lesz! Tolatás, óvatos és precíz manőverezés kellett ahhoz, hogy végül a leengedett plató a lépcsőig érjen, és le lehessen gurítani rajta az első raklap könyvet és munkafüzetet, amit azonnal a tornaterembe vittek az iskola dolgozói. Aztán már szedték is le a csomagolást, és megkezdték a tankönyvek évfolyamonkénti válogatását. 250 Nebulónak a tankönyvei érkeztek meg a mai napon hozzánk. Ez egy hosszú folyamatnak az egyik utolsó előtti állomása, hiszen a legutolsó állomás az majd a kiosztás lesz, amikor a gyermekek megkapják végül a tankönyvet. Maga a folyamat az év elején indul, amikor a szaktanárok, tanítók elkezdik kiválasztani azt, hogy milyen tankönyvekből fognak majd tanulni a gyermekek. Később a tankönyvfelelős veszi át a stafétát, aki összegyűjti ezeket az igényeket, megszámolja, hogy hány gyermek van, annak megfelelően megrendeli a tankönyveket, majd tartja a kapcsolatot a tankönyvellátóval, és aztán elérkezik ez a nap, ami szerencsére évről évre egy sikeres nap, hiszen mindig határidőre és rendben megérkeznek ezek a tankönyvcsomagok. Minden évben vannak újdonságok, akár a tankönyv kialakítását, tematikáját vagy magát a tantárgyat illetően. Hogy ezekkel is gördülékenyen tudjanak dolgozni, külön tanári példányt kapnak a pedagógusok. Bár a nyolcadikosoknak van a legtöbbféle tantárgy, a kisebbek csomagja is nagyon változatos. Matematika, énekzene és olvasás, de ugyanebben a másodikos kiosztásban már etika tankönyv is van. Ebből például önismeretet tanulhatnak a gyerekek, amiben Janikovszky Éva rövid történetei vannak a segítségükre. De ha tovább lapoznak, arról is tanulhatnak, milyen helyet foglalnak el egy családban, vagy hogy milyen szerepei és feladatai vannak egy osztályközösségben. Ezt a könyvet később meg is tarthatják a diákok, ez azonban nem minden évfolyamon van így. Mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek a tankönyvek. A rendszer az, hogy az első két évfolyamban a saját tulajdonba kerül a tankönyv, harmadiktól a nyolcadik osztályig pedig úgynevezett tartós tankönyvé válik, évvégén mi visszaszedjük, és ez azért nagyon jó, mert az évközben ki tudjuk egészíteni azokat a tankönyveket, amik elkopnak. A gyerekek egyébként általánosságban vigyáznak a tankönyvre, de hát ha egy olyan tantárgyról beszélünk, amiből heti 7 órájuk van, akkor az a tankönyv nagyon sokat van a táskában, és nyilván az jobban elkopik, mint az olyan tárgyakból, amit esetleg hetente egyszer kell elhozni. Ezért gyakoribb az, hogy a kis óraszámú tantárgyakból tudunk olyat csinálni, hogy a tankönyveket újra-újra kiosztjuk. A nagyobb óraszámokból kevésbé, hiszen azok jobban elhasználódnak. Ebben az iskolában a tankönyvosztás az első napon történik majd. Ilyenkor a reggeli órákban a kicsiknek felnőttek segítenek összeválogatni, míg a nagyobbak már rutinosan veszik át a nekik szóló könyvcsomagot.